Megtelt a megyeháza díszterme tehetséges diákokkal és az őket felkészítő pedagógusokkal. Idén 9. alkalommal adtak át emlékplaketteket és okleveleket azoknak az általános és középiskolás diákoknak, akik pályáztak a tehetségdíjra. Erre jelöléseket bárki beküldhetett, amelynek tartalmaznia kellett a tanuló elért eredményeit, és be kellett mutatni a felkészítő tanárát is. A beérkezett tanulói és tanári pályázatokat egy független szakmai zsűri értékelte. 35 diák pályázott a megyéből. Nagyon nehéz volt kiválasztani a pályázók közül a végül díjat kapókat, és tulajdonképpen már az is egy hatalmas szűrő volt, hogy itt már a meglévő eredményeikkel pályázhattak, és ezek között vannak nemzetközi, világszintű eredmények is. És a zsűri az természetesen ilyenkor mindig nehéz helyzetben van, hiszen nagyon nehéz összehasonlítani egy művészeti témában versenyző gyereket egy biológia témában dolgozó gyereknek a munkájával. A tehetségnaphoz tartozó ünnepélyes díjátadó fontos, de nem a legfontosabb része a tehetséggondozásnak. Fontos a diákokat ezzel is motiválni, hiszen bennük van a lehetőség, hogy tehetségüket kibontakoztatva a közösségek számára is fontos alkotóerőt mutassanak. Az eredmények a hétköznapokban alapozódnak meg, és akkor születnek, a hétköznapi munka alapozza ezt meg. Itt most a tehetséggondozásban, a tehetségek felfedezésében élen járó pedagógusok kapnak díjakat, illetve azok a diákok, akik már többet mutatnak, mint egyszerű ígéretet, hanem már megmutatták tudásukat különböző megmérettetések alkalmával. A megyeházán összegyűlt diákok csak a jelölésről tudtak, hogy ki kapja a díjakat, az meglepetés volt. Filipczuk Péter Gusztáv 3 napja tudta meg, hogy jelölték a díjra. Az elmúlt években több elismerést is magáénak tudhatott már, így nem izgult a díjátadó előtt. Kutatást folytatok a Debreceni Egyetem műszaki karán, szürke vizek újrahasznosítása terén, valamint sportban is kiemelkedő vagyok, országos versenyek résztvevője. A szokásos díjakon túl idén Nyíregyháza önkormányzata is felajánlott 3 külön díjat.